1972 év végén a művek kollégiummal tárgyalta a Csepel művek 5.-6. 5 éves fejlesztési elképzeléseit, különös tekintettel a gyártmány struktúra változására. Megállapította, hogy a motorkerékpár profilját távlatilag ki kell futtatni, meg kell szüntetni. Azt hallottam, hogy megszüntetik a motorgyártást, és átállnak a kerékpárra. Én üres zsebű egyetemista vagyok, úgyhogy engem nem túlzottan érint esetleg a későbbiekben. Most még jó a bicikli is nekem, de kár, hogy megszüntetik a gyártását. Sajnálom én is, hogyha abba hagynák a gyártást. Én nagyon sajnálom, azokkal foglalkoztam, már csak azért is. És maguk? Hát mi is nagyon sajnálnék. Mert ha lehet, akkor alkatrész is megszűnne, aztán nem is lenne több. A következő generáció már nem is ismerni. 1929-ben kezdtek foglalkozni motorkerékpárral Csepelen, és 1934-től már megindult a sorozatgyártás. Az igazi fellendülés 1946 után kezdődött el. A gyár 39 országba exportálta termékeit. Nemzetközi versenyeken eredményesen vett részt. A Csepel, majd a Pannonia név külföldön és belföldön ismert élet. Számos konstrukció született az 50 köbcentistől az 500 köbcentiméteres motorkerékpárig. A Pannonia igazi márkanév lett. 1957-ben sem a külföldi, sem a belföldi piac igényeit nem tudta a vállalat kielégíteni. Ezért 1958-ban a motorkerékpárgyár egyesült a nagy tömegárú gyárral, és így jelentős kapacitástöblethez jutott, és a szükséges létszám is rendelkezésre állt. És a termelésünk 1958-ban már meghaladta 30%-kal az előző évét. 1960 és 68 közé esik a motorkerékpár, így visszatekintve a motorkerékpárgyár dicsőséges szakasza. Ebben az időszakban a termelés évről évre növekedett, a növekvő piaci igényeknek megfelelően. Az 1960-ban gyártott 26.600 darab motorkerékpárral szemben, 68-ban a termelt darabszám 39.500 volt. A termelés felfutás önmaga is lehetővé teszi a gazdasági eredmények növelését, de ezen túlmenően a vállalat vezetése, dolgozói, munkásai az évről évre megújított munkaversenyvállalás, élüzemi vállalásban célul tűzték ki a élüzem cím elérését, amit 4 alkalommal, 1962-től egymás után 4 alkalommal a vállalat el is nyert. A motorkerékpár gyár volt a Tröszt egyik legjobb vállalata ebben az időben. A pártkongresszusra indított munkaversenyben pedig a kongresszusi vörös vándor zászlót kapta meg a vállalat. Ugyanakkor lettünk az ország első szocialista vállalata is. Nagyszerű hangulat volt abban az időszakban, amikor évről évre átadták az élüzem kitüntetést. Beruházás ebben az időszakban nagyon kevés volt. Még a szintartó beruházás mértékét sem érte el az a néhány millió forint, amit ebben az időszakban a vállalat beruházott. Ellenben éppen a termelékenység növelése érdekében jelentős célgép programot valósítottunk meg. 60 körüli a célgépek száma, amit ebben az időszakban elkészítettünk és aktiváltunk. 25 éven keresztül a motorkerékpárgyártás, talán nem tévedek,
ha azt mondom, hogy megtűrt gyártmány volt, hiszen központi akaratból előirányzott fejlesztés sosem volt tervezve. Többször napirendre került, hogy gyártani tovább, vagy megszüntetni a gyártást. Azóta, mióta első alkalommal felvetődött a kérdés, hogy Magyarországon nem célszerű motorkerékpár gyártást fenntartani, jelentősen növeltük, növelni kellett a termelést, mert a piac igényelte. ...1968-tól jelentkeztek a vállalat életében azok a nehézségek, amelyek kisebb-nagyobb változásokkal még ma is tartanak. 1968-ra a megállapított induló bérszínvonal kedvezőtlen volt. Jelentős volt nálunk az újítás kivitelezés, hisz az erre kifizetett bért nem tartalmazhatta az induló bérszínvonal, és a 68-as induló bérszínvonal 3%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évi. Megindult egy munkaerővándorlás, úgynevezett fluktuáció. Hogy ez miért következett be? Talán köszönhető vagy betudható annak, hogy a TSZ-ek iparágat indítottak, és egy olyan elszívó hatása volt a munkásosztály, illetve a nagy üzemek munkásaira. Hát itt nem messze van a Duna TSZ a Sziget csücskében, és hát ők is aztán propagáltak hangos bemondóval, kocsikkal, hogy dolgozókat keresnek, és elég magas órabéré, amivel a TRÖSZ nem tudott versenyezni, a vállalat nem tudott versenyezni, mert egy ilyen nagy vállalat, sok mindenhez kötve van. Csökkent a termelésünk, hosszú időszak óta először, 1969-ben az előző év 90%-ára esett vissza. És még 1970-ben is alatta voltunk a 68 évi termelésnek. Úti állomásaim golyóscsapádgyár, varógépgyár, öntödegyár és jelenleg a motorkerékpárgyár. Mióta? 1970. július 1-e óta. No, mikor idejött, milyen megbízással, milyen feladatokat látott maga előtt? A Vasmű politikai és gazdasági vezetéssel, azzal a megbízással adta ezt a feladatot, hogy munkatársaimmal és a munkásokkal együtt teremtsük meg a vállalat nehéz helyzetéből kifolyólag a termelés és pénzügyi stabilitást. Teremtsünk olyan közhangulatot, amely alkotóképes, és ezzel az átlagos színvonalat rövid időn belül érjük el. Ezen túlmenően szilárdítsuk meg a vezetést, a párt és a társadalmi szervekkel együttesen. Tűzzünk ki olyan gazdaságpolitikai célokat, amelyek ből az emberek látják, hogy érdemes érte dolgozni. 1973 második fél évében a miniszterünk, a KGM minisztere és a miniszterelnök helyettes elé került az előterjesztés, ahol szintén elvileg határozat született a motorkerékpárgyártás megszüntetésére. A Művek Végrehajtó Bizottsága ugyancsak a 73 év második felében ülésen tárgyalta a távlati fejlesztési elképzeléseket és a motorkerékpárgyártással kapcsolatos elképzeléseket jóváhagyta, elfogadta és arra határozatot hozott. Igen, ez vonatkozott a termék megszűnésére, nem? Ez a termék megszűnésére vonatkozott, ugyanakkor fel kellett mérni azt is, hogy mi legyen a termelőerőkkel, mi legyen a berendezésekkel és mi legyen az emberekkel. Az a talán szerencsés helyzet alakult ki, hogy ezzel párhuzamosan másik gazdaságtanak látszó profilú cikkünket, a kerékpárt, a piaci igények növekedése, a lehetőségek növekedése következtében
több mint duplájára kell felfuttatnunk. Ehhez természetesen majd a kerékpárgyártás felfutásához beruházás, gépek, de főleg munkaerőre is szükség van. A magyar népgazdaság, vagy ezen belül szűkebb körbe, mi hozzánk tartozik a magyar gépipar, tulajdonképpen szerves kapcsolatban van a hazai és az országon kívüli piaccal. Erre is hat az országnak minden adottsága, legyen az anyagi, vagy legyen az emberi. Az ország nagysága tulajdonképpen befolyásolja a lehetőségeket is. Egy ekkora ország, mint Magyarország, nem fejleszthet minden terméket. Nem bírja sem anyagilag, sem szellemileg. Ezért közép- és hosszú távú terveink tulajdonképpen a szelektív iparpolitik alapján kell, hogy készüljenek és készülnek is. Hányféle terméket állítanak elő? Ha termékről beszélek, akkor azt mondhatom, hogy 500 000, vagy még annál is több. De ha termékcsoportról beszélek, még akkor is több 10 000. És ezek, hát a számuknál fogva is ugye mutatják, hogy fejlesztésben is és kapacitásban is nagyon igényesek. A másik pedig, ha a termékeinket nézzük vevő oldalról, hát a magyar vevő ugyanolyan termékeket akar venni, mint bárki a világon. Legyen az akár közszükségleti cikk, vagy legyen beruházási termék. Ezeket viszont mind előállítani egyszerűen nem bírjuk. Vagy ha elő akarnánk állítani, akkor tulajdonképpen aranyművességet kéne felállítani, mert kézműves módon kéne előállítani, mert mindenből olyan kevés kéne, amelyet gazdaságosan már nem lehet mai technikával előállítani. Ez pedig megint nem bírnánk. Éppen ezért, mert az anyagi lehetőségeink is, vele együtt az emberi lehetőségeink is végesek, tulajdonképpen úgy fejleszteni valamilyen terméket, hogy az a hatékonyságot biztosítsa, ma már rendszerint csak úgy lehet, hogy valamit abba hagyunk. És ebben a munkában tulajdonképpen ez a nehézség. Mert abba hagyni valamit, és azt megvizsgálni, meghatározni, lehetőség szerint objektíve, hogy mit adjunk abba, ez a nehéze. Magyarország szelektív ipar, illetve a gépipar szelektív ipar fejlesztésének tehát tulajdonképpen egy alapvető kérdése a termékszerkezet nagyon széleskörű vizsgálata. Ennek a vizsgálatnak vannak objektív és szubjektív részei. Objektív rész, ami mérhető, akár számolható, akár effektív valamilyen eszközzel mérhető, lehet az berendezés műszaki képessége, lehet ráfordítás, akár időben, gépben, akár anyagban, de vannak szubjektív részek, amelyeket így nehéz megállapítani. Vannak termékek, amelyik emberekhez csatolódnak, akár mint vevő, akár mint gyártó. Ezeket is figyelembe kell venni, és ezeket együttesen kell vizsgálni. Mit választana, ha most a zsebében lenne a pénz? P10-est. Ezt a kék P21-es luxust. Tehát a Pannoniát? Igen. Jónak tartja? Igen, nagyon jó. Szép is. Nekem Pannoniában az elég régi 12 éves most, de az még az is megy a T5-ös, úgyhogy most lehet javítva a főtengely csere benne, de hogyha veszek új motorkerékpárt, akkor is Pannoniát szeretnék. És miért szereti ennyire a Pannoniát? Hát szerintem megbízható motor, és hogy magyar gyártmányú alkatrészt jobban lehet. Az nem biztos, hogy jobban lehet kapni, de Magyarországon azért jobban lehet, mint idegen, mondjuk más országokban való. Soha nem hagyta cserben ez a motor még? Hát eddig még nem, utol legalábbis nem. Hát az én szempontjaim szerint a Pannonia. A Pannonia 21-es, ez jó. Mert? Mert én turista vagyok, és az én szempontjaim üzembiztos legyen, olcsó legyen, bírja a terepet, sokat lehessen pakolni rá. Akkor én ide kerültem 55-be, a végszereldébe, egy kompletírozó és végszereldébe részegnél dolgoztunk 112-en. A napi tervünk 70 darab. Ma dolgozunk 68-an, a napi tervünk 145-ös darab. Úgyhogy a fejlődés az egy gyönyörű ritmusba ment fölfele. De viszont én úgy érzem, és azt hiszem, hogy öreg munkatársak nevében is az anyagiak azért nem mentek olyan gyorsan fel. Hát akkor miért nem ment el innen? Hát épp az, ami kötte a szívemet ehhez a csúnya dökhöz. 7 évig voltam bejárató, és én tudom azt, hogy aki szereti, az nem bejár. Aki szeret. Én is mint bejárató kezdtem, és mint szerelő dolgozom már
55 óta itt a motorkerékpárgyárban, egyfolytában, megszakítás nélkül, és nagyon jól érzem magam. Aztának nem sok idő van már hát a nyugdíjig, de úgy a szívemhez nőtt, hogy lehet, hogy el sem fogok menni talán nyugdíjba, ha nem szűnne meg a motorgyártól. Na miért? Mikor megy nyugdíjba? Normálisan? 4 év múlva. És maga remél, hogy a motorkerékpáradig kitart? Hát remélem. Remélem, kérném szépen, hogy mégsem adják, hát motorkerékpár, kérném szépen, Magyarországon nem gyártunk autót, semmi ilyen járműt, hát ezt a motorkerékpárgyár, ha már csak belföldi forgalomra mondjuk, akkor is kérném, nagyon nagy szükség volna. Most már elhiszik, hogy megszűnik? Én még nem hiszem most, hogy megszűnik a motorgyártás. Én úgy érzem, hogy szükség van a motorgyártásra, úgy hazai piacon is, mint a világpiacon. Én még most is annak a híve lennék, hogy felfuttatni inkább ezt, műszakilag tovább vinni ezt a motorgyártás, és akkor merem állítani, hogy akkor gazdaságossá válna rögtön a gyártásunk. Na de hát többet ezekkel a gépekkel nem igen tudnak produkálni. Igen, de van viszont a kísérleti műhelyünknek, ahol már új konstrukciót is hoztak ki, egy új típust, és szerintem célszerű lenne annak a szériagyártását bevezetni. Melyikre gondol? P11-esre gondolok. Szóval maga motort szeretne gyártani. Igen. És maga? Tulajdonképpen ez a P11-es, ez egy nagyon korszerű motor lenne, hogyha tudnánk gyártani, de sajnos a mi gépesített parkunk, ami nekünk gépeink vannak, ezek nagyon elavultak. Hát ebben még a Weissmann Frede dolgozott ezekkel a gépekkel. Annyira elavultak, hogy erre századokra dolgozni nem lehet, sőt, még majdnem tizedekre se. És ez miatt nem tudjuk mi gyártani a P11-est. Persze, hogyha kapnánk valami pénzösszeget valahonnan, ahol tudnának minket dotálni, akkor biztos, hogy ez a motorkerékpár sikert aratna még hozzá, nem is olyan kicsit, mert a teljesítménye is szép, gyorsasága is szép, és egy szép kivitelű motor. Igen, és ha mégse történik így, maga mit szól? Hát én sajnálom nagyon, hogy a motorkerékpár becsuk, mert tudnék, én ide nőltem, itt nevelkedtem fel ebbe a gyárba, itt dolgoztam le az életemnek a javát, úgy lehet mondani, mióta élek. És én azelőtt bejáratos voltam, én nagyon szeretek motorozni, és én nagyon szeretem csinálni, és a munkámat is szeretem. Én sajnálom, hogy becsuk. Sajnos, hogy ezután aztán hol fog dolgozni, vagy merre, biztos, hogy a szakmámban, hát nem tudom, hogy itt mit fognak gyártani, mert ha itt tudnék, az a helyzet, ha itt mondjuk, mint amit hallottam már, hogy vagy mosógép, vagy mit tudom én. Sajnos én nem tudok mosógépet gyártani, én akkor megyek tovább a szakmámba dolgozni. Szóval nem akar elbúcsúzni a terméktől? Hát nem. Nem szeretnék legalábbis. Na és ha muszáj lesz? Hát ha muszáj lesz, akkor remélem, hogy addig kitalálnak valamit, mint csatójátás is ígérte. Karácsonykor múlt egy éve a évvégi záró taggyűlésen vett részt, és ottan említette, ő fog eljönni, megmondani, ha megszűnik a motorgyártás. Hát eltelt egy év, még nem jött el, hát ezek szerint reméljük, hogy nem szűnik meg. Hiába írnak róla. A motorkerékpár bonyolult, összetett termék. A gyár mintegy 25 kisebb-nagyobb vállalattal kooperál, s a tőlük vásárolt termékeket beépíti a motorkerékpárokba. Ezeknek a termékeknek jelentős része a szabadáras kategóriába tartozik, és árnövekedésük visszahat a motorkerékpár önköltségére. A motorkerékpár kötött áras termék. Fogyasztói árát 1968-ban leszállították. Ez az árleszállítás természetesen a termelői árat is érintette. A fogyasztói és a termelői ár különbségéből adódik a kereskedelmi haszon és a forgalmi adó. A termelői ár és az önköltség közötti különbség pedig a vállalat nyeresége. Az önköltség jelentős részét a szabadáras termékek és más a gyártól független költségek teszik ki. 1968-ban 186 ezer forint volt a szabadáras termékek árbegyűrűzéséből származó költségtöblet. 1974-ben pedig várhatólag 13 642 ezer forint lesz. Ezek árnövekedése a motorkerékpár nyereségét gyakorlatilag már felmorzsolta, és csak a forgalmi adó mérséklésével, valamint a gyár költségcsökkentő intézkedéseivel sikerült még 3% körüli nyereséget biztosítani. A termékek 60%-át exportálják. A KGST-ben a piaci árak hosszú idő óta változatlanok, s így az egyre emelkedő önköltség ma már elérte az export motorkerékpárok árát. Hozzájárultak bizonyos fokig a
elmúlt időszak fejlesztési elmaradásai. A gyár az elmúlt 10 esztendőben összesen talán 140 millió fejlesztési alapot kapott, abból is több mint 80 milliót az utolsó 3 évben, és az a fejlesztés nem a technika színvonalának a nevelésére ment, hanem a munkaerő megtartására, a vidéki telepítésre. Tehát konzerválódott a technológia. Ma már a gépi berendezésének több mint 50%-a teljesen elavult, nullára le van értékelve a motorkerékpárgyában. Ha ezeket fejleszteni akarnánk, akkor több 100 millió beruházást kéne eszközölni, az pedig nem fizetődik vissza a gazdasági szabályzók értelmében. Az elmúlt időszak gazdasági mutatói annak ellenére, hogy műszakilag egy motorkerékpár norma idejét közel 40%-kal csökkentett a motorkerékpárgya, hiszen 54 órára, most már 34 óránál tartanak, ez egy nagyon szép teljesítmény, de ezzel párhuzamosan a költségkihatások, a romló tényezők, a rontó tényezők állandóan jelentkeztek, és ma már a motorkerékpárgyár nyeresége nem éri a termelési vonal 2,5-3%-át. Ebből pedig egyszerűen nem képződik olyan fejlesztési alap, amiből lehetne beruházni. És ebből a körből nem tudunk kitörni. 1973-as éves tervünket évüzemi szinten teljesítettük, úgy mennyiségi, mint minőségi mutatók vonatkozásában. Nagyon nagy hatással gyakorolt erre a teljesítésre a tavaly július 10-én megtartott párbizottsági ülésünk, ahol egyértelműen megfogalmazódott, hogy nem a gyár, hanem a gyártmány változik, szűnik meg, és helyette gazdaságos több termék lép be. A jelenlegi létszámból nagy hányat törzsgárda tag. Az a negyed évszázad, amelyik ugye ezt a műszaki kultúrát itt kialakította, az a nagy erő, és ez a vállalati kollektívában megvan. Én a gyárban 1937 óta dolgozom. A motorkerékpár gyárba kerültem az Egyesüléstől, 1958-ban. Mivel ezt megelőzően kezdtem foglalkozni motorkerékpárral, a nagy tömegárugyárban. És az Egyesülés folytán kerültem ide. Hát itt az első komoly alkotásom a P20-as motor blokkja volt. Itt az elv az volt, hogy egy olyan legyen, amilyen még a világon nincs, legalábbis próbáltam. Ennek a motornak egy rendkívül nagy előnye van, szerviz szempontból rendkívül könnyen szervizelhető, könnyen szerelhető. Például a forgattyús tengelyeket ki lehet építeni anélkül, hogy a motorblokkot kiépítenénk a futóműből. Ugyanez vonatkozik például a sebességváltóra is, hogy komplett teljes sebességváltó kiszerelhető. Na most a szerviz és a garanciális problémáknál ez annyiban jelentkezik, hogy például a sebességváltót kiszerelik, kiépítik, és azon a helyébe egy másik tartalék sebességváltót lehetne beépíteni. Még talán annyit lehetne ezt hozzáfűzni, hogy abban az időben a kéthengeres motort már azért is alkalmasnak tartottuk a széria gyártásra, mert a tömegszerűséget növelni lehetett volna azzal, hogy a P20-ra, mint alaptípusra egy gyártmánycsaládot alakítunk ki. Ennek a gyártmánycsaládnak tagjai lettek volna egy 125-ös motor, egy 175-ös motor, maga a P20-as, és még egy 350-es motor is. Most így a tömegszerűség úgy nőtt volna, hogy az egyes alkatrészekből lehetett volna nagyobb mennyiséget, tehát dugattyúból, forgattyús tengelyből, sebességváltóból, amik azonos alkatrészek lettek volna, lehetett volna nagyobb mennyiséget gyártani. Tulajdonképpen egy típust, amely motorkerékpárgyárban majdnem másfél évtizede indult. Túl késő kezdtünk el kiváltani, és a kiváltás is nagyon soká tartott. A gyár nem tudott megküzdeni azzal a nehézséggel, hogy egy nagyon jó kialakított konstrukciót széria éretté tegyen. Ez a P20-as. Ennek következtében gyakorlatilag nem sikerült azt a küszöbet átlépni, ahol az új típus tömegébe gyártható lett volna. Minden bizonnyal tudta, hogy a gyár felkészültsége nem érett egy ilyen motorra. Igen, hát ebben az időben ezt is mi hangsúlyoztuk, azonban akkor még nem volt világos az, hogy a gyár semmiféle beruházást nem fog kapni ehhez a típushoz. Tehát maga úgy képzelte, hogy a típus majd meghozza... Meghozza azt a fejlesztést, ami szükséges lett volna ma abban az időben is. Milyen hosszú időbe telik, amíg kialakul egy típus?
Na most normális körülmények közt elég hosszadalmas. De mivel én is barkácsoló ember vagyok, mert az akkori kollégák is például olyan módszert vedettünk be, hogy talán a világon még ilyen nem volt. Például az első, a P20-asnak az első mintadarabját, az első mintadarabját, az fa minta nélkül, tehát ezt az egész motorblokk házat. Ezt megcsináltuk villámgyorsan vékony lemezből, a külső-belső kontúrját, és ezt elvittük az öntödébe, anélkül, hogy a fém öntödével megbeszéltük volna. Oda vittem, oda tálaltam, hogy ezt öntsék nekem ki. Hát kinevettek az öntök, hogy mit akarok én, hát mit értek én az öntéshez. Mondtam, ne törődjenek vele, ágyazzák körül homokkal, öntsék és lesz, ami lesz. Megcsinálták, és ők csodálkoztak a legjobban, hogy olyan öntvényt kaptunk, mintha kokilába lett volna öntve. Hát mi nem adtuk fel a küzdelmet, ha szabad így mondani. És a legutóbbi időben is, amikor már ismert volt, hogy a motorkerékpár gyártás megszűnik, újabb prototípusokat csináltunk, vagy készítettünk éppen azért, hogy talán ezt a döntést valamilyen módon meg lehet változtatni. Így készült el a P11-es típus, szovjet piacra terveztük ezt a típust, de figyelembe vettük a P20-as gyártmánycsalád elvet. Eléggé küzdelmes volt, mert én is például a blokkot, én munkáltam meg, hát egy nagy, a P11-es blokkot, és ez egy egész nagy tömbből, ami volt 75 kiló, és a végén 11 kiló lett. Hát én közre játszottam a lakatos munkába, és főleg a hegesztési munkákat én végeztem el a motoron. Mi lehet hozni ilyen gyorsan egy prototípus? Nehéz, nagyon nehéz. Ehhez nagy akarat kell. Na és miért vállalták? Hát mert gondoltuk, hogy lesz belőle valami. 73 tavaszán csináltuk ezt a típust, hogy hát ha ez a típus megmenti a motorkerékpárgyárat. És most mit tudnak a motorkerékpárgyár sorsáról? Hát most jelen pillanatban mit tudunk? Azt tudjuk, hogy motorkerékpárgyár 1975-ig lesz gyártva, és utána, mint motorkerékpárgyár megszűnik. Valami más terméket fogunk helyette. Hogy mit? Hát beszélnek, hogy kerékpárt. Maga mit gondol erről a dologról? Hát sajnos, hogy te mindegy, hogy mit gondolunk, ez nem döntő. A tények az, mint tények, az, hogy 75-ben állítólag befejezzük, és ez egy szomorú dolog. Hát maga nagyon-nagyon régen foglalkozik motorozással is, igen, nem csak hát motorkerékpárgyártással. Én elég sokat motoroztam, sőt ezzel a motorra versenyeztem is valamikor. Ötszörös magyar bajnok, hatszoros Budapest bajnok lettem a Csepel motorokkal, úgyhogy nyilvánvaló, hogy elég közel áll hozzám ez a dolog, és nagyon sajnálnám, ha ez most egyszer befejeződne. És most az a P11-es is pontosan azért csináltuk, mert azt mondták, hogy ezzel talán lehet valamit. Hát ezért fogott össze tényleg ez a 24 ember, aki itt dolgozik, a néhány konstruktőr, akit már alig lehet találni tulajdonképpen. És úgy, hogy 6 hét alatt egy olyan motort megcsináltuk, amit ha utánnéznek, nem hiszem a világon bármely gyár is ezt megmeri tenni. Egyáltalán, hogy gondol erre, hogy megcsináltuk. A motor azóta is fut, és semmilyen különösebb probléma nincs vele. Tehát ez egy nagyon jó konstrukció lett volna szintén. Maga mit fog csinálni, ha megszűnik a motorkerékpár? Hát, őszintén megmondom, még nem tudom. Még nem tudom. Már voltam avval a gondolattal, foglalkoztam, hogy sajnos 32 év után itt hagyom akkor a vállalatot. Én itt dolgoztam, itt voltam Inas repülőgépgyárban. Inaskodtam, majd utána 46 óta motorkerékpárgyárban vagyok, végig a blokkszerelőben, úgyhogy nekem hát ez volt az életemnek a fő célja, a motor. Hát azért talán csak talál a gyár olyan terméket, ami még magának is feladott. Hát, ha az én szakmámnak megfelel, akkor örülnék neki, hogyha olyan munkát kapnánk, ami hát a szakmámmal egyenlő, de hát azért... Valahogy összefügg, vagy legalábbis... Egyenlő színvonalon van. Kisgyerekkorom óta nagyon szerettem a motorokat, és adódott a lehetőség, hogy jöjjetek ide a kísérletűen motorszerelő. Én nem azért jöttem ide, hogy 8 órát eltöltsek, hanem azért, hogy amit csinálok, azt élvezem is, és szeressem is, hogy én is örömmel legyen benne, tehát ne csak egy egyhangú rabszolgamunkának tekintsem azt, amit csinálok. Hát, hogyha azt teszem alapul, hogy én a gépgyárban meos voltam, és többet kerestem, mint itt motorszerelő, akkor inkább visszamegyek meosnak. Kezdtük annak idején a Jurek professzorral, a Jurek Aurellal a 45-ös, 46-os időkben. Aztán a Jurek Jenő szintén rajongója a motorozásnak, és őtőle is nagyon sokat tanultunk.
sok ember megfordult nálunk a gyártmányfejlesztés vonalán is. Az utóbbi időben hány új típust hoztunk ki, amik itt vannak, és amik nem is olyan rosszak. Beleadtuk a tudásunk javát, mindent, és kihoztuk, és most ezt elvágják, ugye? Elvágják. Hát ez egy rettenetes érzés egy konstruktőrnek. Én még nem is gondolok arra komolyan, hogy ez a motorkerékpár gyártás megszűnik. Azért nem gondolok rá komolyan, mert én hiszek abba, még ha meg is szűnik most a motorkerékpárgyártás Magyarországon, újra fog kezdődni, egy bizonyos idő után. Más mindennel is előfordult már az, hogy utólag állapítottuk meg, hogy nem jól határoztunk. Esetleg ez most is megtörténhet. Nem sok választásom van, mert mondjuk én itt éltem az életemet, 14 éves koromban jöttem ebbe a gyárba, és most 48 éves elmúltam. Nem kívánok azon vitatkozni, hogy ez a gyár most ráfizetéses-e vagy nem. Ha ez valójában ráfizetéses, akkor meg kell szüntetni, de akkor legalább tudnánk, hogy mi lenne az már most, amit majd jobban csinálunk. Mert hogyha megint csak ugyanennyi értékben fogunk termelni, akkor semmit nem csináltunk, csak az embereknek a lelki világát tönkretettük, amiről nem nagyon beszélünk, de van még, szerintem még az is. Az első munkahelyem a Csepeli motorkerékpárgyárban volt. Különböző helyeken dolgoztam, de a legtöbbet a gyártmányfejlesztés területén, 68-tól, mint főkonstruktőr. Ez kereken 24 év lesz július 1-én. A legnagyobb baj a bizonytalanság. Még itt két év óta azon megy a vita, az emberek arról beszélnek, hogy a motorkerékpár gyártás mint olyan megszűnik, de senki nem tudja még a mai napon sem, hogy mit fogunk gyártani 1976. január 1-től. Most jutottunk el odáig, hogy tudnánk igazi jó motorokat tervezni. Sok-sok nehezen megszülető konstrukciókon keresztül. Nem érzem logikusnak a motorkerékpár gyártás megszüntetését, mert ez a vezető garnitúra, ez a munkás garnitúra szerintem inkább alkalmas egy meglévő gyártmánynak a továbbfejlesztésére, mint ugyanazért a pénzért, vagy több pénzért egy másik gyártmánynak a kifejlesztésére. Sokkal jobb lenne, ha megmondanák azt, hogy ha akarsz, elmész ide vagy oda-amoda, de csak hitegetnek mindenkit. Lassan az ember sok iskolába járt, meg szemináriumra, kicsit szélesebb látókörre rendelkezik, mint hogy egyesek elképzelik. Mert itt valahogy úgy van, hogy megtanítják az embert arra, hogy ne szeresse munkáját. Hát én mondjuk egyszerű Jürge vagyok, de nem tudnák elképzelni, ha az enyém lenne egy gyár. Hogy azt mondom, hogy 76 január 1-től megszűnik ennek a gyártása, és ne legyen más profil. Tehát utána adják, hogy de keressenek maguknak valamit. Mi fizetődne ebbe a gyárba ki? Bérmunkába elvállalni ekkor aranytömböket, így ketté vágni, hogy a hulladék, ami itt marad, hogy azért megcsinálnánk, ha nem lenne kikötve, hogy csak ilyen vékonyan kell vágni, szóval vághatnánk a vastag anyagokat. Az egy darabig kifizetődne, ebben minden benne van. Nem kell mást mondani. A jelenlegi P20-as motorunk 7500-nál 20 lóerő. A sebessége 115 km körül van. Fogyaszt 6,5 liter körül. Ugyanakkor az új dobbal 1000 fordulatot alacsonyabban, 2 lóerővel többet nyújt, 8 kilométerre gyorsabb a motor, minden egyes motor, amit nem értünk, 15-20%-ot üzemanyag megtakarít most, mikor ilyen probléma van üzemanyaggal. Tessék megkérdezni valakitől, ott följebb, góréktől, főnököktől, hogy tudnak-e olyan ezekről. Tessék készhez venni, elolvasni, van az NDK-ben egy ilyen. Nem olyan, mint a mi automotorunk, egy kicsit komolyabb lap, és végig hozzák a Pannonia motoroknak a dolgai, többek között foglalkoznak azzal is, hogy a gyár megszűnik, de hogy az utolsó két év alatt, hogy mennyi típust hoztak ki, már hogy mi mennyit hoztunk ki, és utána megkérdezik, hogy ez a gyár be akar csukni, létezhet ez? A mi munkás összetételünk
berendezéseink motorkerékpár gyártásra voltak alkalmazva, és alkalmasak. A kerékpárgyártás a könnyebb fajsúlyú termékek közé tartozik, méreteiben, súlyában. Nem minden berendezésünk alkalmas, hogy azon kerékpár alkatrészeket vagy szerelvényeket gyártsunk. Az újnak a megismerése még akkor is gond, ha saját gyártmányt fejlesztünk tovább. Az emberek egy bizonyos időszakban kialakult kollektívákban dolgoznak, ezt követően begyakorolják, továbbfejlesztik szakmai képességüket, magasabb jövedelemre tesznek szert. Az újnak az elsajátítása megjelenik a keresetükben, megjelenik a munkavégzésben, és adott esetben, amitől mindig minden vezető fél, a nagyobb seleggyártásban is. Emellett vezetőnek és munkásnak egyaránt fáj az, amikor az a gép még tegnap termelt, holnap meg jönnek a bevetők és rakják vagonokba, hogy elinduljon az a körforgás, amiből újra anyag lesz és új termék születik. Kettőt már ilyent csinált. Az egyik a golyóscsapát gyártás megszüntetése Csepelen, a másik a háztartási varrógépek gyártása Csepelen. Azt az érzést vezetőnek és munkásnak nem egy könnyű elviselni. Most is talán a legnehezebb oldalnak az emberi oldalt, az emberi sorsok rendezését látom, és nagyon oda kell figyelni a politikai és gazdasági vezetésnek, hogy amikor sor kerül a struktúraváltásra, akkor az emberek sorsa az első helyre kerüljön. Igen, bocsánat, még egy kérdésem volna. Hát maga nehéz szívvel válik-e meg a terméktől? Igen. Minden termék, amelyben a munkatársaim és saját munkám benne van, az értelmet ad a munkának. Nagyon nehéz időbe vettem át a gyár vezetését, szilárd termelési állapotok, bizonytalan jövőbe tekintő emberek. Nagyon sok nekem és munkatársaimnak nagyon sok munkaóra fekszik abban, hogy a gyártmát még ilyen kevés fejlesztési lehetőségek mellett is korszerűsítettük, és most, másfél év múlva azt kell mondani, hogy az országban futó korszerűsített termékek gyártását abba kell hagyni. Nem lesz könnyű nekem sem, nem lesz könnyű a munkatársaimnak is, hogy ezt az érzést magukba levetkőzzék, vagy megszabaduljanak tőle. El kell tudni fogadni a gyártmány megszűnésének határozatát, mert ha figyelembe veszem és számukkal akarom illusztrálni, hogy a közlekedési alágazatban 8-13% nyereség tartalommal dolgoznak a hasonló vállalatok. Nálunk ez pótalkatrésszel együtt alig haladja meg a 3%-ot. Tehát ilyen körülmények között, ha számokkal mutatnám be, akkor az a következő képet mutatja. A vállalatnak 600 milliós termelési értéke van. Ebből 19 millió nyereség képződik. Ahhoz, hogy 3,5%-os bérfejlesztést, 8-10 nap nyereség részesedést tudjunk dolgozóink részére biztosítani, ehhez 72 millió forint nyereségre volna szükség. Így nyilvánvaló, hogy a 19 millióból nem tudjuk azokat a pénzügyi alapokat létrehozni, amelyek a fejlesztéshez, az életszínvonal növekedéséhez
és a élet és munkakörülmények javításához szükségesek. Ezért kell elfogadnom és tudomásul venni ezt a döntést. Azt kell talán megérteni mindenkinek, és ez a szükségszerűség vagy lehetőség figyelembevétele, hogy az ország teherbíró képessége véges. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, vagy kedvező helyzetben, hogy a Csepel termékei mindenhol kellenek. Mindent érdemes volna fejleszteni, mert ami kevésbé gazdaságos vagy gazdaságtalan, bizonyos fejlesztéssel, az is gazdaságosra tehető. De ennyi ereje sem az országnak, hát nekünk különösen nincs. Ezért kell azt a általunk megtervezett 11 milliárd forintos beruházás 10 év alatt olyan észszerű dolgokra elkölteni, ahol a legnagyobb gazdaságossággal, a legnagyobb hatékonysággal használható a föl, mi akkor is, ha fájó szívvel néhány termítő meg kell búcsúzni. Mert ez közös érdekünk. Hát, hogy példám mutassam be, ugye itt a motorkerékpár, kerékpárgyár, tulajdonképpen járműipar, a kettő viszonylag hasonló. Itt úgy vetődik fel a kérdés. Lehetett volna, Borbőt azt mondta, a kerékpárt is fejleszteni. Lehet a motorkerékpárt is. Mit érdemes? Mind a kettő jelentős pénzösszegek is kellenek, és ezen kívül nyilván kellenek szakemberek is. Úgy vetődik fel a kérdés, hogy melyiket fejlesszük. Mint hogy a kerékpárgyártás észszerűbbnek tűnt, mert nagyobb az igény rá, viszonylag a gyártása egyszerűbb, a fejlesztéséhez kevesebb pénz kell. A szakembergárda megvan, tehát szükségszerűen következett az, hogy inkább ezt fejlesszük a duplájára, 600 millió forintba kerül egyébként el is. Ez viszont nem mehet másképp, csak a motorkerékpárgyár területének a igénybevételével, a motorkerékpárgyári szakembereknek az igénybevételével, és a berendezéseknek egy részének az igénybevételével. Ezért volt tehát ilyen szükségszerű intézkedés, döntés az. Az életfeltételek meg az életszínvonal növelése törvény szükségszerűen megköveteli tőlünk, hogy az állam által számunkra garantált eszközökből értéket hozzunk létre. Nem csak a csepeli munkás javára, hanem az ország más dolgozó javára is. És olyan szituációk állottak, hogy mi az állam által rendelkezett állami eszközöket felhasználtuk, és nem jött létre nagyobb érték. És ezt bárki megszámolja, az egyszerű ember is, a szocialista ember különösképpen így kell gondolkozom. Törvényszerűen felmerül a kérdés ilyenkor mindenkiben, hogy egy ilyen jelentős vállalkozás, amire vállalkozott Csepel, nem csak a motorkerékpárgyár esetében, hanem az egész gyármány struktúrában hogyan kell csinálni, milyen tanulsággal jár. Mert ilyenkor úgy szokott történni, hogy benn a gyárban nálunk is, kint más szerveknél is, van, aki biztat, hogy mindent bele, van, aki vissza akar bennünket tartani. Nem csak bennünket, mást is. Mi elkezdtünk egy új utat járni, amely meggyőződésünk szerint a legjobb út, amelyre bennünket ösztönöz a párt központi bizottsága, és ahogy értesültünk, a kongresszus fog bennünket ösztönözni. A tanulság az. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy jó úton járunk, ezt igazolja a nemzetközi tapasztalat, a hazai tapasztalat, a saját fölkészültségünk. Az elmúlt 30 év sok tapasztalatom, ezt is mindig történéseket át kell tekintenünk, akkor ki kell dolgozni pontos programot, pontos tervet, és gyorsan végre kell hajtani. Mert ha egy kérdésben az emberek azt tapasztalják, hogy csak beszélünk róla, és nem teszünk intézkedést, nem hiszik el, hogy tudjuk, hogy mit akarunk csinálni. Mert az elmúlt években a gyárban is az emberek sokszor azt tapasztalták a környezetünkben, hogy voltak kérdések, amelyek megoldást nyertek egy fél év alatt. A törzsgárda, pedig az nagyobb dolog volt, mint amiről most van szó. A szociális intézmény bővített, milliókról volt egyébként, hogy 700 félre bővültek az intézmény száma. A lakásszalat megemeltük 130-260-ra, eldöntöttük, végrehajtottuk egyébként. A gyártmány struktúrában is a bizonytalanság. A bizonytalanság az értelmes embereket nem mellénk állítja, hanem passzivitásba helyezi. És ez érvényes a munkás emberekre, érvényes a szellemi alkotókra is. Ha biztosan lépünk fel, mindenkinek adunk egy pontos programot, akkor mellettünk van, és velünk tart. Tulajdonképpen a motorkerékpár gyár számunkra egy ilyen nagy tréning is volt, nagy tanulság is volt, mert mi ezt megtehettük volna ezelőtt egy évvel is. Ezt én mondom, mert a pártfórumokon, a végrehajtó bizottságban nálunk mi tudtuk, hogy ezt be kell csinálni. Észre éreztük. Hát ezt csak elképzelni, az ülünk ott a párt VB-n, meg a vezérigazgatóságban.
Mégis az a gyár volt az első szocialista munkavállalat az országban. És ez nem vicc. Mi ezt nagyon komolyan veszük. Mert az emberek ezért megdolgoztak. Mégis őt nyerték el 1966-ban a kongresszusi zászlót. Ezzel szereztek dicsőséget a Csepelnek. Tessék most dönteni. Én tudta, hogy ésszel mit kell csinálni. Meg a vezérigazgató, meg a VB is tudta egyébként, de a szívünk nem engedte. És el kellett jönni egy időszaknak, amikor tulajdonképpen azt mondtuk, hogy az érzelmeinket alá kell rendelnünk az eszünknek. Alá kell rendelnünk. Tulajdonképpen az elmúlt 30 évünk a gyárban az végküzdelem volt önmagunkkal szemben, és a legnehezebb küzdelem tulajdonképpen azokkal az elvtársainkkal szemben folyik, akiket szeretünk és becsülünk, együtt nőttünk föl velük a gyárban, együtt tanultunk szakmát, és én személyesen jól tudom, hogy milyen nagy komplikációt, lelkiválságot jelent egy közösség számára, amikor begyakorolt terméktől kell megválniuk, amit ők is nagyon szerettek, mert a termék maga létrehozta a közösséget, az alkotást. És az alkotástól megválni, hogy az már nem kell valakinek, istentelen nehéz. Nagyon nehéz, istentelen nehéz. És ezt tudomásul kell venni, és ha én mondhatnák valamit, a motorkerékpárgyári emberek, én nagyon büszke vagyok. Mint az egész Csepel most a motorkerékpárgyárnak, mert tulajdonképpen az igazi munkás helytállás és az igazi emberi magatartás az bizonyítja, hogy ragaszkodnak ahhoz, amit ők csináltak. Hisznek az alkotásukban. De mi sem volna könnyebb fogni a kalapot és elmenni. Ez mutatja, hogy valamilyen tartozás mégis a műgyáromban a munkás embereknél van, hogy hisznek abban, hogy a munkának van rang és becsülete. És ezért nekünk a munkás embereket meg kell tisztelnünk, és örülök annak, hogy a motorkerékpárgyári embereknek a vezetők ilyen szenvedélyesen beszélnek a gyármaiakról. És én remélem, hogy ugyanilyen szenvedélyesen beszélek majd 10 év múlva arról, hogy fognak majd csinálni.